közel 20 éven át Fiddlesticks a háború intézményének legkeletibb részén fekvő idézőkamrájában állt. Csak a földön túli pillantásának vakító, smaragdzöld fénye képes áthasítani ködbe burkolt hazájának sötétjét. A végzett hírnöke ezen a helyen víraszt némán. Mesékbe illő álmok futását minden summoner megtanulta a ligában. Századokkal ezelőtt élt egy hatalmas zauni mágus, István. Az 5. Róna háború végén ő lett a liga első summonere. István, a régi mágia követője, egyre csak ostromolta a liga által lefektetett szabályok határait. Egyre nagyobbra vágyott, mire olyan célt tűzött ki maga elé, melyet nem volt képes elérni, és a cél túlnőtt erején. Elzárta magát a legkeletibb idéző kamrában, ahol a legtiltottabb rituálét kezdte kántálni. A síkokon túli idézést. Hogy mi történt a kamrában, az örök rejtély marad, de aznap senki nem érkezett a Summoner's Riftre, hogy Zaunt képviselje. A kamra ajtón való kopogásokra csak a csend felelt. Az első summonert, aki belépett, azonnal két félbe hasította egy földön túli kasza, akik pedig olyan szerencsések voltak, hogy elmenekültek, belehaltak a félelem által okozott őrületbe. Szavaikból csak a varjakat és halált lehetett kivenni. Rémületükben attól a gonosztól, amit még Istvánnak sem sikerült irányítania, a liga elzárta a kamrát, abban reménykedve, hogy ott tarthatják azt, amit elpusztítani nem tudnak. Az évek teltek, de a fa figura sosem jelentett biztonságot, ezért a tanács úgy határozott, Fiddlesticks-et felhasználja, mint hóhért. Mozdulatlan arca nem árul el semmilyen titkot, és senki sem tudja, mire vár magányában a kamrában, de kaszája örökkön kész arra, hogy levágjon bárkit, aki elé kerül. Ez Fiddlesticks története. Your bidding, master!